Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. És a vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! No, akkor nézzük, most a volt tagköztársaságok közül már jó párat átvettünk, de Üzbegisztán következik, egy igen érdekes, kicsit ilyen egzotikusnak tűnő, de hát természetesen a botrányokkal, diktatúrával kapcsolatos hírekkel a sajtóba kerülő ország. Így van, hát gyakorlatilag Kis-Ázsiában vagyunk még mindig, aztán lassan jövünk már azért visszafelé, talán egy állomás lesz csak Grúzia, és aztán visszatérünk lassan Európába. De Üzbegisztánról mindenképpen szerintem fontos a térség kapcsán beszélni. Földrajzilag az elhelyezkedését úgy lehet körbeírni, hogy északról Kazaksztán, részben egyébként az Aral-tó, erről még fogunk majd beszélni, délről Türkmenisztán, részben Afganisztán, Tadzsikisztán, szóval gyakorlatilag itt tényleg, hogy mondta, az isztán vidék, de ez egy elég érdekes fekvés, egy egykori sejemút vonalon fekvő ország, tehát a múltja az nem kicsi. Az országnak a földrajzi adottságai eléggé szerencsétlenek, mert hát egy jelentős része, az északi része a sivatag, kb. 10% az, ami művelhető rendesen mezőgazdaságilag. Rengeteg a hegy, tehát ilyen 4600 méteres a legmagasabb hegyük, és itt fekszik az az Aral-tó, amelyik úgymond a modernkori ilyen környezeti katasztrófáknak az egyik szimbolikus példája, mert gyakorlatilag a gyapott termelés okán feláldozták ezt a tavat, az 60-as évek óta olyan erős a víz kitermelés a tóból, hogy ez a tó már gyakorlatilag nem is tó. Tehát nagyon-nagyon talán egy ötödére vagy tizedére csapant a vízmennyisége, hogy ez helyreállítható vagy sem, az egy külön kérdés, de ez egyben egyébként az országnak a gazdasági hozását. Ez is mutatja az ilyen kérdéseket. Ez nem csak az ő problémájuk egyébként, a kazakok is ebben benne vannak, de a gyapoti tészak Üzbegisztánban meghatározó termék. Igen, azt hiszem talán a fő export cikkük. Én meg fogsz lepődni, igazából nem, de sokat foglalkoznak vele, mert leköti a népességet, és a gyapotról még annyit, hogy amiért nagyon elutasítják az országot, ugye azt mondják, hogy az emberi jogok itt eléggé tudarkézben vannak, és az egyik fóka, hogy azt mondják, hogy a világ egyik olyan országa, van még modernkori rabszolgaság. Én ezt próbáltam megérteni, hogy ez mit is jelent, és ez gyakorlatilag szintén a gyapothoz fűződik. Itt még amennyire én olvastam, nem gépesítették olyan szinten a gyapotaratást, hogy az emberi munkát mentesíteni tudják, vagy attól mentesíteni tudják, és ezért gyakorlatilag aratási időben diákokat, pedagógusokat, egy csomó társadalmi éveket kivezényelnek ingyen munkára. Ez tehát ismerős. Hát van, akinek igen, van, akinek nem. Hát a kis építőtáborok ugyan mik voltak annak idején? Biztos te is voltál, nem tudom. Abszolút, a halmaüntetvények meg egyéb igen. láttak árát ennek, de gyakorlatilag nem tudom, hogy itt hogy megy, de a gyapot az ilyen szempontból a probléma. Tehát nem csak üzletileg, hanem emberi jogi oldalról is, és ezért egyébként Üzbegisztán gazdaságilag sok szempontból bojkottálva is van. Tehát multinacionális vállalatok az innen származó mondjuk gyapotot, vagy azokat a termékeket, amelyek ezek közvetlenül ilyen anyagot tartalmaznak, azt elutasítják. Most ők 1991 óta, de nem mennék bele, hogy Nagy Sándor mit csinált náluk, meg Dzsingisz Kán, de gyakorlatilag 91 óta függetlenek, és egy nagyon, nagyon klasszikus, tényleg egy ilyen hát, meghatározó politikus, aki ezt a 2016-ban volt meg, aki őket úgymond ebbe az új irányba vitte. Tehát gazdaságilag talán mégis stabil, de ezek politikailag viszonylag stabil, kiszámítható, tehát egy ilyen diktatúraszerű rendszer működik, ezt én nem tudom itt megítélni gazdasági oldalról, de azt látom, hogy az ország adottságaival ők sem nagyon tudtak még mindent
kezdeni. Ők, az ország rengeteg ásványanyaggal rendelkezik. A világ legnagyobb, tehát negyedik legnagyobb aranykészlete itt van. Tehát az nem azt jelenti, hogy ők termelik el legtöbbet, de azért a világ negyedik aranykészlete Üzbegisztánban van, és ez nem egy rossz hír az országnak, 10. részben és 12. uránban. Tehát ez nagyon komoly. Van olajuk is egyébként, de nem túl sok, viszont uránban 7. legnagyobb kitermelők. Tehát ők klasszikusan egy alapanyag exportőr ország, és hát ennek megfelelően nagyon függenek a világpiaci áraktól. Így volt az egyébként, hogy van ez a gyapottal is. Nagyon a feldolgozóiparuk az viszonylag gyenge, jó lehet egyébként. A térség egyik leglakottabb országa, 32 milliós népessége van, és azt hiszem 60% fiatal, tehát egy nagyon, nagyon érdekes gazdasági háttér, viszont úgy néz ki, hogy pont a politikai vagy egyéb ilyen emberi jogok miatt nagyon nehezen tudnak bevonzani feldolgozóipari és egyéb kapacitásokat, tehát úgy néz ki, hogy ez az alapüzlet megy, és hát ebben a mezőgazdaság visszatérve azért is fontos, mert a lakosságnak a 20%-a még mindig ott megy, ott dolgozik. Az egyfőre jutó GDP-jük az kicsivel talán több mint az 1/8 vagy 1/10, mint a magyar GDP, tehát annak ellenére, hogy egy ilyen jó adottságú ország, nagyon nehezen jut előre. Na most az adórendszerük is gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ebben a környezetben próbál megmaradni. Tehát nem látszik, hogy az ország gazdaságilag, tehát az alapanyag exportból eredően eléggé jól állna, vagy állhatna, és ezért nem is adóztatják őket túl, tehát 7,5% a társasági adó, ami adott esetben, hogyha valaki tényleg kedvet és erőt érez magában, akkor gyakorlatilag akár nullára is levihető bizonyos kedvezményrendszerekkel. Az SZIA-juk az nem egy kulcsos, az gyakorlatilag a legmagasabb kulcsa 23%, de nullától, és van áfájuk is, ami 20%. Most annak ellenére, hogy egy dinamikus résznek tűnne, én azt láttam, hogy amíg a többi országban például volt bérőirodája, itt nincsen. Tehát gyakorlatilag itt még gazdaságilag úgy látom, hogy nem indultak el azok a dolgok, annak ellenére, hogy ilyen jó paraméterekkel működik ez az ország. Tehát nehéz megítélni, hogy mi lesz a folytatás. Egy biztos, hogy egy fontos ország, és ezért vettük fel mi is a listára, tehát azért itt vannak a maguk legjeik. De ha amikor ránéz az ember, hogy milyen országok, vagy milyen vállalatok fektetnek be ebben a térségben, akkor nagyjából a környező országok, oroszok energiaipari oldalról, kínai klasszikusan, tehát gyakorlatilag egy csomó mindenben kisebbek, MAN cégeket láttam, de úgy azért a döntő többség nincsen ott. Viszont vannak olyan különleges dolgaik, mint például őnek itt vannak az első high speed ilyen vasútvonaluk, ami Taskent és Szamarkand között van, tehát ami gyakorlatilag teljesen meglepő, hogy a világnak ezen a részén, egy ilyen szegény részén egy ilyen technológiát bevetettek. Szamarkandról azt kell tudni, hogy ma egy 300 000 fős város körülbelül, de az a Selyemútnak egy fontos állomása. A legnagyobb városuk meg Taskent, az meg körülbelül 2 milliós. Szóval így magyar szempontból nézve nagyon nehéz azt mondani, hogy Üzbegisztán egy vonzó befektetési célpont, de végig is azt gondolom, hogy fontos róluk tudni, hogy az ember egy kicsit jobban értse ezt a kis-ázsiai részt. A tanulságokat nyilván le lehet vonni az araltó kapcsán, hogy hova tud vezetni egy túlzott mezőgazdasági termelés, ami engem megdöbbent, hogy ennek még mindig nincs vége. Aha. Szóval egy ellentmondásos terület, de gazdaságilag szerintem a közeljövőben, illetve tartósan is kell velük számolni, egyszerűen csak az alapanyag. Uh-huh. Még nem teljesen kiaknázott akkor ezek szerint ez az egész. Abszolút nem. Abszolút okay. Nem. Én azt látom, hogy nagyon, nagyon komoly javaik vannak. Szerintem a Szovjetunió idejében ezt használták is, tehát most, hogy önállóak lettek, ez nyilván egy kicsit problémásabb, de a nagy játékosok mind ott vannak, tehát Kína, hát most ha csak egy az urániumban gondolunk, a hetedik legnagyobb kitermelője a világon. Uh-huh. Tehát azért őket nem lehet a stratégiai figyelmen kívül hagyni. Oké, köszönjük szépen, Zoli. Nagyon klassz összefoglaló volt Üzbegisztánról. Megyünk is tovább, megnézzük, hogy külpolitikailag mi a szitu velük. Neked akkor szép napot, jó munkát. Köszönöm, nektek is. Sziasztok!
Szervusz, Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéltünk. Üzbegisztán a célországunk ma adóvilág rovatunkban. Endre, még egy gyors közlekedési hír. Az Őrsnél nem működnek a közlekedési lámpák. Van, amelyik még sárgán se villog. Az autósok egy része pedig képtelen kezelni ezt a helyzetet. Nem ismerik a cipzár elvet, aki tudja, kerülje el. Tehát az Őrsnél sem működnek a lámpák. Sok a baleset, kevés a működő lámpa. Így sommázható a főváros és környékének ma reggeli közlekedése, csak óvatosan. So danzo samba, so danzo samba, vai 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 vai. So danzo samba, so danzo samba, vai. So danzo samba, so danzo samba, vai 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 vai. So danço samba, so danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso a cha cha cha. So danço samba, so danço samba, vai 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 vai. So danço samba, so danço samba, vai. So danzo samba, vai. So danzo samba, so danzo samba, vai 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 vai. So danzo samba, so danzo samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso a cha cha cha. So danzo samba, so danzo samba, vai 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 vai. So danzo samba, so danzo samba, vai. Pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép. És itt van velünk dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértőnk. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Üzbegisztán, szép célpont az is. Ott is érdekes dolgok vegyülnek. Ott is a nagyhatalmak feszülnek egymásnak, úgyhogy mint oly sok szovjet utódállamban. Mi a helyzet most? Diktatúra vagy nem diktatúra? Ez itt a kérdés. Hát ahogy itt a régióban sétálunk körbe,
ugye két modellt látni. Az egyik az az, aki próbál nyitni, és valóban a nagyhatalmaknak nyíltan árulni saját magát, gázvezeték, békefenntartás, bármilyen egyéb módon felhívni magára a figyelmet. És akkor itt van az üzbék példa a másik, ahol pedig ugye egészen 2016-ig, amikor Iszlám Karimov teljhatalmú vezető rendszerváltás óta elhunyt, akkor indul el valami kis apróság abba az irányba, hogy az egyébként olyan választásokat tartó országot, mint Üzbegisztán, ahol már ki sem mentek megfigyelni, mert annyira hát igen, annyira befolyásolt választások voltak ezek belföldről, valamilyen módon mégis változzon. Tehát itt legyen valami más, ugye? Ez egy tökéletes példa, a legfrissebb hír, amit találtam, az az, hogy az általad említett néhai Iszlám Karimov idősebbik lányának, Gulnara Karimovnak most ugye letartóztatták. 2015-ben zsarolásért, sikkasztásért és adóelkerülésért elítélték, ugye, és hogy csak úgy szemléltessük, hogy mit lehet összehordani egy ilyen országba, tehát körülbelül 390 milliárd forintos a vagyona, amit most le akarnak foglalni. Hát ez mindenhol igen, el van rejtve. Ami a radar alá érkezett. Igen. Ez miből származik a nyersanyag? Mert ugye nyersanyagban gazdag országról van szó. Privatizált az ebből származó bevételeket ez a család? Vagy mi történt? Hát a nyersanyagtól feltétlenül azért a bűnözői hálózatokig. Tehát ugye szomszédos Afganisztánnal, akárha most a csempész útvonalakat még hozzászámítjuk, akárha azt hozzászámítjuk, hogy ebben az országban a legnagyobb a modern rabszolgák aránya, tehát több mint 1 millió ember kvázi modern rabszolgaként dolgozik a gyapotiparban, tehát alapvetően nyersanyagtermelés, akkor azért látszik, hogy itt volt miből az elnöki családnak is pénzt szerezni, és eljutottunk oda, és ugye ez tényleg a fontos politikai fordulópont, hogy a volt elnök lányát legalább már kezdik egy picit visszafogni, letartóztatni, kezelni, és nem pedig folytatódik tovább ez a teljes őrület, hogy gyakorlatilag egy uralkodó család van. Ugye az, akit kineveznek utána elnöknek, ő azért már 2003 óta miniszterelnök volt. Tehát nem arról van szó, hogy egy teljes váltás következik be, szó nincs arról, hogy az ellenzék, vagy bármilyen más szervezet itt hatalomra került volna. Nem annyi történt, hogy egy picivel felvilágosultabb vezetőt, ezt a Nizsi Gyojevet teszik meg végül is parlamenti hatalomnál fogva elnöknek, és ő az, aki egyébként néhány törvényen elkezd enyhíteni. De hát ugye itt is megvolt a narancsos forradalom kísérlete 2005-ben, amikor a Andiani egyszerűen egy... A szokásos módon üzletemberekről azt gyanították, hogy egyébként politikai hatalomra törnek, míg a hatalom pedig azt mondta, hogy iszlám terroristák. Az ő kiszabadításukért zajlott egy hosszú tüntetés sorozat, majd amikor ez elfajult, akkor itt a tömegbe lőttek. És ez volt 2005-ben, és azóta itt, hát meg a számháború, tehát azért, ha most a Kossuth térrel meg 56-tal hasonlítjuk össze, amikor a megtorlásban, ugye itt néhány száz kivégzés az, amiről beszélünk. Itt egy titkosszolgálati ember, aki kiugrott és Nagy-Britanniában tett vallomást, 1500 halottról beszél. Tehát, hogy itt azért a nagyságrendek azok egészen mások. De egyébként ugye a legnépesebb ország a régióban, tehát több mint 30 millió emberrel. Szóval más méretek vannak, és ezt egy picit úgy érzékelni kell, hogy az üzlékek ebből a szempontból egy külön modellt járnak ebben a fejlődésben, és ez talán most kezd el változni. Hát vagy legalábbis ugye egy kicsit más képet kell mutatni, vagy más arcot a világ fele, ha be akarnak vonzani külföldi működő tőkét, mert talán ez egy érdekes momentum. A hallgató kérdezi, hogy de nem az van, hogy a miniszterelnöknek kell a volt elnök lányának biznisze? Hát ugye ez mindig egy alternatív magyarázat lesz, és erre soha nem fogunk tudni véglegesen válaszolni. Abszolút, és pont a 2005-ös pernek is egyébként ez volt a reális magyarázata, hogy a hatalom nem csak attól félt, hogy esetleg megszövik magukat az üzletemberek, és gazdagok lesznek, és pártot csinálnak, hanem amúgy is az üzlet jól jött nekik. Uh-huh. Tehát így van, lehajolnak bizonyos szinten, ez teljesen egyértelmű. De hogy lássuk a változást, tehát igazából ugye ez egy annyira izolált ország volt ezután, tehát 2005-ben itt az Egyesült Államok, Európai Unió, mindenki elkezdett aggódni, hogy milyen autoriter ország lesz belőle, és a szomszédokkal pedig nagyon komoly határvitáik voltak. Egészen konkrétan
még csak vonat sem ment, meg repülőgép mondjuk Tadzsikisztánba vagy Kirgizisztánba. Tehát ezek azok, amik most kezdenek el 2017 tavaszán helyreállni ezzel az új vezetéssel. Mert legalább a szomszédországban el lehet tömegközlekedni. Ugye egy több szomszédos országgal hosszabb a határ, mint 1000 kilométer. Igen. Volt 2-3 átkelő rajta. Tehát azért ezek nagyon komoly lépések. Tehát az, hogy Dusanbéba 25 év után el lehet jutni, ez jelent valamit. Ugye van egy IMF delegáció, aki meglátogatta az országot, hát itt elég szerint közleményeket tettek, és nem arról van szó, hogy holnap befektetői boom következik, de legalább már ott vannak. Szóval ebből látszik a diszkrét lépegetés, és hát persze a kínaiak itt is jelen vannak. Stimmel. Ez nem tesz ilyen ütköző zónává ezt az aprónak éppen nem mondható országot? Csak azért kérdezem, mert az oroszok nem nagyon szeretik, hogyha a volt szovjet köztársaságokban nyomulnak a kínaiak. A kínaiaknak viszont nagyon kell a nyersanyag. Ez jó ki van találva, mert hogy ki tudja, hogy honnan jön majd a gáz ebbe a vezetékbe, amit itt a kínaiak, a türkmén, üzbék, tádzsik, kirgiz vonalon akarnak eljutatni Kínáig. És ebből egyébként az első, tehát a türkmén szakasznak az építése az, amitől már látható valami, meg néhány milliárd dollárt elkötöttek a kínaiak, és ez az, ami potenciálisan mehet tovább. És itt aztán mindenféle nagyon furcsa ígéretek vannak, hogy fognak-e ebbe végeredményben más gázt tölteni, abból fognak-e mondjuk akár az üzbégek saját finomítóra használatba venni. Tehát itt biztos, hogy az oroszok is megkérik az árát, és ennek ugye pont az a szervezet az egyik ékes mutatója, ez a Sanghai Együttműködési Szervezet, az SCO vagy SCO, ami ezeket a Kína, Oroszország, India, Pakisztán és a köztük lévő kisebb országokat összehozza. Tehát itt van már egy diplomáciai keret, ahol lehet alkudozni, és a kínai-orosz érdekellentétnek egy picit, hogy mondjam, békés teret biztosít, hogy meg tudjanak alkudni egymással a nagyhatalmak, anélkül, hogy ezeket az országokat újra maguk alá gyűrnék, vagy esetleg romba döntenék. Ugye ez az egyik veszélyforrás. És a másik, amiről szerintem nagyon keveset beszélünk itthon, hogy itt gyakorlatilag 1953 óta létezik egy radikális iszlám iskola. Uh-huh. Ez a Hizb ut-Tahrir, ami pedig hát ugye a szunninak egy értelmezése, szunni iszlám ágoknak egy értelmezése, radikális, és a kormány erre hivatkozik, amikor bármi történik, és le kell számolni valakivel. Ja, hát ez tök jó, ha van egy ilyen az országban, és akkor lehet. Aha, jó. De értem. Ők nem tudnak, vagy nem akarnak ezzel mit kezdeni. Hát most mondja, tök jó, nyilvánvaló veszélyforrás, látják, hogy mi zajlik a világ más részein a radikális iszlamisták által. Miért nem csinálnak egy valamit ezzel, hogy fogják magukat, összecsomagolják, vagy betiltják, vagy nem tudom. Ez alig, hanem az ilyen terrorszervezetek is tipikusan az életük egy szakaszában, hanem az egészben szoktak majd hatalmak eszközei lenni. Tehát, hogy ezt mikor pénzelték esetleg bármilyen nagyhatalmak, egyéb szomszédos érdekek, hogy a másik országban lévő szárny az legyen agresszív, amilyenk meg ne legyen. Tehát ők azért Moszkvától Kínáig aktívak. Tehát ez nem egy helyi szervezet, ez itt egy abszolút regionális komoly szervezet, aminek a tagságáról vitatkoznak, és itt azért egy nagyság emberi különbség van a nyugati titkosszolgálati jelentések, mondjuk a üzbék szinten 6000-7000 tagról írnak, míg az üzbék hatóságok maguk meg 60000-ről. De még ez is az a nagyságrend valóban, amit ti mondotok, hogy hát nagyon akarnák, nyilván fel lehetne számolni, de nem biztos, hogy ez nekik pontosan nem jön egy kicsit jól, amikor egy-két üzletember véletlen úgy tűnik, hogy belép ebbe a szervezetbe, és kénytelenek átadni az üzletüket. Tehát ez azóta működik. Annyiban érdekes, hogy ők már 53-ban is kalifátust akartak csinálni. Tehát, hogy ez nem teljesen a mostani iszlám államnak a saját ötlete, hanem ez egy létező olvasat. Annak ott a szovjet pártfőtitkárok biztosan nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek. Ja, abszolút, igen. Tehát igen. Valószínűleg már akkor, hát amúgy is, mint vallásos megjelenés sem nagyon üdvözölték. És hát ez azóta is megy. Egyébként pont a oroszokkal van most egy fontos ügy, mert a Novaja Gazeta egyik újságíróját, a Nurmatovot akarják visszatoloncolni, aki papírok nélkül évek óta Oroszországban dolgozik, ennek a tulajdonképp ellenzékinek kategorizálható, vagy mondjuk úgy, hogy kritikus, társadalom kritikus lapnak. És most őt akarják visszatoloncolni, ami azért izgalmas, mert róla nyíltan tudható, hogy homoszexuális, és hát ez pedig büntethető Üzbegisztánban, tehát hogy vajon kiadja Oroszország ilyen esetben is
ezt az újságírót, mi lesz a fontosabb. Úgyhogy ilyen ügyek azok, amik most színesítik a üzbék nemzetközi híreket, de ettől még persze alig, hanem az a belső hírszolgáltatás lenne az igazán izgalmas, hogy hogyan alakulnak a belső hatalmi viszonyok, és ez a reformszerű már a inkább ilyen 89-es pártkongresszusi értelemben, de legalább az az irány, meddig tudsz lendülettel elmenni. Hát ezt majd meglátjuk, figyeljük a híreket. Botond, jó pihenést neked, és köszönjük szépen az információkat. Szép nyári napokat, sziasztok! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük át. Hát a geo- és külpolitikai politikai részét Üzbegisztánnak adóvilágrovatunkban. Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.